Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy Mancsárót érintő dologról szeretnék beszélni. Már régebben volt szó, hogy a Meza korlátosan került bele ebbe a disztribúcióba az utóbbi időben. Azért, mert vannak vele különböző jogi problémák, illetve jogi helyzetek. Ezt nem akarom tárgyalni. Gyakorlatilag miről van szó? Arról van szó, hogy az AMD videokártyák hardveres gyorsítása le lett tiltva, illetve nem lett beletéve ebbe a Meza forrásba, és úgy fordították le. Azaz, akinek AMD kártyája van, egy picit hátrányba kerül. Persze, természetesen a Fedora és egyéb disztribúciók is ezt meglépték, a szabadabb, illetve nem központosított, ami mögött nincs cég vagy nagyobb pénzerő, olyan disztribúcióknál ez nem annyira érdekes, tehát Debian alatt nem lesz ilyen, nettó Arch telepítésnél nem lesz ilyen problémátok, de gyakorlatilag elmondható, hogy ez a Meza eszköz nem olyan jó, nem olyan kényelmes, nem olyan szép, mint egy másik disztribúcióba, azaz a Manjaro-nak van egy ilyen hibája, hátránya. Ezt könnyen fel lehet oldani a múlt részben, egy régebbi videóban megbeszéltük, hogy le tudjuk magunknak fordítani. Az egész fordítás alapvetően nem nagy ügy, ahogy láttátok, egy sort egy szövegfájlba be kell másolni, majd kettő darab sort be kell másolni a terminálba, és hagyni futni, és utána elkészül a saját magunk által lefordított Meza. Természetesen örülünk neki, hogy Linux alatt majdnem mindent meg lehet oldani, de sokan, valóban sokan nem szeretnének ezzel különösebben macerálódni. Én úgy gondoltam, hogy találtam egy megoldást. Nagyon egyszerűen a Manjaro fórumot folyamatosan olvasom. Találtam egy megoldást, hogyan lehet ezt kikerülni, hogy állandóan fordítgatni kelljen ezt az adott dolgot. Hogyan? Nagyon egyszerűen elkészítettek egy szabad repot, tehát egy összeállítást arra, hogy onnét a gépünk le tudja tölteni az előre lefordított csomagokat. Azaz nem a Manjaro adja ezeket a csomagokat, hanem valaki más, aki magánszemély, akinek semmi köze hivatalosan a Manjarohoz, mint céghez, így bizony szabadon olyasmit fordít, úgy fordít és úgy tesz közzé, ahogy neki kényelmes, hiszen magánemberek vagyunk és megvásároltuk azt a kártyát és szeretnénk használni. Na hát az első lépés nagyon egyszerű, beütjük azt a parancsot, hogy sudo pacman s libva kötőjel utils. Ez egyébként ez nem kell, de az ellenőrzéshez jó lenne, hogyha megcsinálnánk ezeket a lépéseket. Elindítjuk a parancsot, beadjuk, hogy a titkos hárombetűs jelszavam, az élő rendszerbe természetesen nem ez. Ez teszt rendszer, holnap erre új is telepítek valami mást. Azaz elindul, megkérdezi, hogy ezt szeretnénk-e letölteni. Igen, ezt szeretnénk letölteni. Szuper! Azért töltöttük le, mert ebbe a csomagban van egy olyan kis programocska, amely leellenőrzi, hogy milyen kodekekhez van a gépünk rendelve, miket tudunk használni. Tehát beütjük, hogy va info, tehát video, audio, info és enetel. Kiír nekünk 4 darab sort, hát ez tragédia, hiszen nem ennyit szeretnénk, mi szeretnénk egyéb dolgokat is hardveresen dekódoltatni, megvesszük drága pénzért azt a kártyát. Valljuk be, még a legolcsóbb, viszonylag egyszerű kártyák sem olcsóak, tehát nem úgy dobálják utána az embereknek 2-3 ezer forintért a kártyákat, és azért szeretnénk már teljesen kihasználni. Oké, látható, ez van, ezek a szabad dolgok, izgalmatosak, szép dolgok. Oké, lépjünk is tovább. Azaz azt mondtuk, hogy 4 darab sor van, 4 darab olyan kódoló eszközünk van, szoftveresen, ami ebbe bent van. Na hát, hogy ne így legyen, meg kell keresni ezt az oldalt. Non-free EU, nem szabad az EU. Ez így fordítható. Non-free.eu. Szépen beütöd a keresőbe és megtalálja. Gyakorlatilag nem is kéne bemutatni, hogy miről van szó, de szeretném bemutatni azt, hogy ez olyan egyszerű, pofon egyszerű, óvodás szintű dolog, egy repo ezen módon való hozzáadása és a frissítések elkészítése, hogy avval nem is szabad nagyon gondolkodni azon, hogy ez nehéz, nem nehéz, nem kell mindenféle szerkesztéseket megtenni, elkészítették nekünk nagyon jól. Le van írva, és azt mi meg fogjuk tenni. Első körben 2 darab kulcsszerűséget hozzáadunk a mi gépünkhöz, mi rendszerünkhöz. Ezek fontosak, hogy elhiggye a telepítő eszközünk, a pacman, hogy bizony ezek hivatalosan
és ellenőrzött, és valóban jó, és mindenféle egyébnek megfelelő report fogunk hozzáadni, Sudo Pacman kötőjel kell, és hozzáadjuk, én másoltam, ahogy látni, egyszerűen lefutott, csináltunk valami olyasmit, ami érdekesebb lett volna, nem? Én két részletbe adom meg ezt a két parancsot, egyébként az egész két sor bemásolása ugyanezt a eredményt hozza, de én ismertek lépésről, aprólékosan, folyamatosan, mert hogyha valami picike kis hiba van, most derüljön ki, ne a végén, hogy valami gebaszunk van, ezt is beleütöttük, és megcsinálta, amit kell. Na hát hetedik hó, hetedikén szeretném majd újra ellenőrizni a kulcsokat, hát bizony ez a rendszer odáig lekerül, nem a Manjaro, avval semmi probléma, ez egy tesztrendszer, egy teszt telepítésen volt. Oké, következő sor, egészet kimásol, ezért figyeljetek rá, jó, hogy az egészet kimásoljuk, beillesztjük ide, és sudo, tehát azért jó lenne, hogyha tudnák a titkos jelszavunkat, nyilvánvalóan nem 3A betű, mint a tesztrendszeremen, enter, oké, semmi nem történt, szuper, nem ért ki semmi problémát, jegyezzük meg, két esetben nem ér ki semmi problémát, egyik eset az, amikor minden simán lefutott, a másik eset nagyon-nagyon ritka, amikor probléma van, csak ő éppen nem akar szólni. Általában a Linux rendszerek előnye az, hogy nekünk mindent el fognak mondani, oké, megint lefutott a parancs, semmi nem történt, megtette, betelepítette, beírta a mi repo tárunkba, abba a konfigurációs fájba azt, amit kellett, megcsinálta helyettünk. Sokkal-sokkal kényelmesebb ez, mint megnyitni az adott fájt, és bemásolgatni valamit. Megteszi ez. Kényelmes. Oké, mit csináltunk? Azaz, megadtuk azokat a kulcsokat, amik hitelesítik ezt a repot, ezt a tárhelyet, illetve megmondtuk a rendszerünknek ezzel a két sorral, hogy bizony behelyeztük a szövegfájlba, egyébként ezek a fájlok egy szövegfájlok, behelyeztük azokat a sorokat, amik kell, és utána már ő azt hiszi, hogy tudni fogja azt, hogy ez hol van. Kérdezzük meg tőle, hogy ugye tudod. Tehát beütjük, hogy sudo pacman kötőjel SYYU, tehát felfrissítjük a rendszerünket, először lekérdezzük az adatbázisokat, lekérdezi az adatbázist, ellenőrzi az adatbázisba, hogy vannak-e frissebb dolgok, nyilvánvalóan mivel kapott egy új repót, az adatbázisba ez szerepelni fog, és ő észreveszi, hogy hoppá, ezek a fájlok bizony frissebbek, hát akkor pedig a kötőjel YYU. Parancs azt jelenti, hogy bizony, tedd meg a dolgodat, ellenőrizd a repóknak az állapotját, van-e új cucc, és ha van, akkor frissítsd fel, enterezzük le. Oké, láthatóan lehívja az összeset, ami kell, tehát az adatbázisokat lehívja, nem nagy dolgok, láthatóan nem nagy dolgok, illetve azt mondja, hogy van új 5 darab csomag, ami számunkra izgalmatos lehet. Megmondja, hogy a letöltési méret ennyi, 46,16 megabájt, hát nem egy nagy dolog, mivel örülünk annak, hogy ez jobb és frissebb és szebb, mint a miénk, ezt le fogjuk tölteni, a telepítési méret ennyi, nyilvánvalóan tömörítve érkeznek a dolgok, és a tiszta frissítési méret 0, azaz ő ilyen kis cseréket el fog végezni, nem fog plusz tárhelyet tőlünk ellopni. Nyilvánvalóan most viccesen mondtam, hogy tárhelyet ellopni, meg elfoglalni, meg egyéb. Nyilván ezek olyan picikek is dolgocskák, olyan picikek is állományok, hogy nem kell a mai világba avval törődni, hogy bizony 100 vagy 200 vagy 500 megányi plusz tárhelyet valami elfoglal. Na hát, amíg beszéltem, eldöntöttem mindenki, hogy ő szeretné ezt, vagy nem. Nyilvánvalóan az igen parancsot fogjuk megadni, azaz leütöm az Enter gombot, hát bizony dolgozik. Lassacskán lecsorog az, ami kell, lehet látni szépen, hogy jönnek le a dolgok, és utána megteszi azt, amit kell. Nem kell semmi egyébbel törődnötök, ha nem kaptok hibajelet, azaz lefut az egész mindenfajta probléma nélkül, akkor természetesen semmi gond nincs. Én tesztbe 3 rendszerbe, plusz ez a negyedik, lefuttattam az elmúlt fél órában ezeket a parancsokat, ezek szépen működnek, sima frissítés. Hát igazából azt mondom, hogy még egy repót, egy tárhelyet hozzáadtuk természetesen a hitelesítő kulcsokat a rendszerhez, és lefutott, azaz nem jelentít semmi
problémát. Azt is tudni kell, bár itt nem látni, de mindjárt látni fog, hogy a stabil a testing, és a nem stabil ághoz is a Manjaro-nak három ága van. A stabil a tesztelés, és a nem stabil, unstabil ág, az bizony mindegyikhez elkészült, tehát hogyha ti nem a stabil ágat használjátok, mindén, hanem a másikak közül egyiket vagy másikat, akkor természetesen számotokra is megvan ez a nagyon-nagyon jó kis dolog, hogy megvan a mezának a felfrissítése, illetve olyan rendszer gondolatok, hogy bizony működni fog a hardveres dekódolás a videokártyákon, AMD-ről van szó, a többieknél ilyen probléma nincs. Oké, lefutott a processz, tehát elvégezte a munkáját, hibajel nincs. Azaz, mindenki örül, még nem örülünk, megnézzük, hogy valóban az történt-e, ami nekünk kell. VA, info és enter, és látható sokkal több dekódoló akármi van, igazából nekünk nem kell tudni, hogy mi ez. Ezek a dekódoló részek, ami a mezába bele lettek fordítva, itt van a lényeg, hogy H264, ez nem volt bent, meg sok egyéb nem volt bent. Azaz, elvégeztük a munkát, megveregethetjük a vállunkat, ezentúl, amíg ez a repo bent van a listába, odáig ez automatikusan frissítéskor frissülni fog. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!